solo pagarle ese picor y que sea bueno para el cliente. ¿Es good? Muy delicioso. Egyszerű, fantasztikus minőségi alapanyagok, olyan kombinációban, hogy az agyamat eldobom tőle. 2020 áprilisában jött el az egész ötlet, hogy mi szeretnénk egy ilyen dél-amerikai, ázsiai konyhát. Barátommal, ugye José Guerrero-val, mi egyébként San Sebastiánban ismergettünk meg. Én többször jártam Dél-Amerikában, és nekem nagyon megtetszett ez az ízvilág, ami kint van, az ízkavalkád. Üdv a csatornán, füstös helyről. Kicsit elengedtem egyébként, nem is szoktam csinálni, mert nem szeretek emberek közül jelentkezni és emberek közül felvenni a videót, de úgy voltam vele, hogy a hely lényegét veszítem el, hogyha elvonulok valahova és valahol máshol, egy félelső zugban veszem fel ezt a történetet, nem. Ez a hely, ez erről szól. Emberek van, a füst van, spanyolul beszélnek, spanyol zeneszről, és ami olyan hihetetlen laza a történet, hogy nem erre számítottam. Michelin ajánlás van kint, óriási fakapu, óriási logó, meg van tervezve minden, és amikor eljöttem az ajtóig, és zárva volt, akkor azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy az én világom lesz. Aztán visszajöttem nyitásra, és beléptem, és elmúlt minden félelmem, mert hogy a füst az meghozta a kedvemet, és valóban egy egészen kivételesen könnyed, laza és hívogató helyre sikerült eljutnom. Ez az UMO, ami ha H-val írnánk, akkor füst lenne, és valóban erről szól a hely. San Sebastián mellett van egy kis falu, Getaria, és ugye ott mindenki ilyes grill teszik, és igazából ott egy ember, aki csak ilyenekkel foglalkozik, hogy grill-leket csinál Michelin-csillagos éttermeknek. Őt kértük fel, hogy csináljon nekünk egy grillt, és ő egyébként személy szerint hozta el neki, és bele van egyébként a monogramja is írva a grillbe. Ugyanúgy működik, mint kint az összes többi étteremben, tehát három fázisú van. Jó lenne, hogyha egy olyan éttermet próbálnánk itt Magyarországon, Budapesten csinálni, aminek van lelke, mint hogyha egy utazáson vennék részt. Ekvádoriak, argentinok, kolumbiaiak, gyakorlatilag a komplet személyzet Dél-Amerikából érkezett, minimális kivételtel eltekintve, de hogy tényleg olyan az egész, mint hogyha kint lennél, mint egy utazáson vennél részt, és ráadásul nekem az az érzésem, most már egyébként túl vagyok már az előételem, néhány előételem, és tényleg az az érzésem, mint hogyha ha saját otthoni konyháikat csinálnák, tehát hogy mindenféle sallangmentesen, tehát tényleg abszolút feszengésmentes a hely, és minthogyha a saját otthoni receptjeiket csinálnák meg éttermi körülmények között aszadóval, kamadóval, füstön, tűzön, imádnivaló. Dél-amerikaiakkal szeretünk volna dolgozni. Egyik része a José baráti köre. Kialakult az UMO dél-amerikai csapata. A szervizben is több dél-amerikai lány dolgozik. Van a grill egyébként egy argentin fiú, aki mondta nekünk, hogy neki ez egy áldás és nagyon nagy tisztelet, hogy ő a grillen tud dolgozni. Két fiú van egyébként, még egy ekvádori, aki a szerviz vezényleli, és aki a hideg meg a desszertpályás. Nagyon-nagyon jó köztük a kémia. És minden nap egyébként azon tanakodnak, hogy mi újat tudnak az ő régióból, az ő országaiból kihozni, milyen új ételek vannak, amik itthon még annyira nem ismertek. Jelenleg most itt tartunk, hogy ezen a nyáron meg szeretném mutatni, hogy mi az a plusz, ami a lelkükben van ezeknek a fiúknak. Meg akarjuk mutatni a közönségnek, hogy egyébként vannak magyar alapanyagaink, és ezt próbáljuk egy ilyen dél-amerikai, ázsiai stílusú ételekkel kombinálni, de ugye magyar zöldségeket ki akarjuk hangosítani. Abszolút helyi alapanyagokból, nagyon jó minőségű, de helyi alapanyagokból olyan ízeket lehet kihozni, amiről korábban fogalmam sem volt, hogy benne vannak, hogy lehet ilyet csinálni. És igazából a dél-amerikai konyha az egy olyan fekete folták, és az én életemben pedig van perui szakácskönyvem is. De hogy itt Magyarországon csak egy-két dolgot ismerünk, meg a tengeri malacot. De hogy nem tudjuk, hogy milyen az igazi dél-amerikai konyha, és itt viszont ennek egy szűk szeletét, nyilván Ecuador, Kolumbia, Argentina, itt van lehetőség megismerni, és ráadásul pont egyből dur bele a házi konyhán keresztül, az otthoni konyhán keresztül. Ez egy kurva jó lehetőség, szerintem. Az a vicc,
hogy nem akarok ízekről beszélni, nem akarok arról beszélni, hogy ez most milyen fűszeres, milyen csípős, milyen krémes, milyen állagú, nem tudom micsoda, mert hogy az egész nem erről szól, nekem az a véleményem, hanem azt látom, hogy azt érzem, hogy egy ilyen hihetetlen kalandra hív, számomra legalábbis, hogy imádom az ételeket és imádom az ízeket, és azzal vagyok elfoglalva evés közben, hogy befogadom ezt az őrületet, amit itt elén párnak, és imádom, de megmagyarázni és elemezni, meg értelmezni semmilyen módon nem tudom, de azt gondolom, hogy nem is kell. Egyszerűen csak élvezni kell azt, hogy mit kapunk itt. Zseni. És most jön egy répa. Most, amit fogsz kóstolni, az a Unkaina sárgarépa, magyar ugye sárgarépa, van rajta egy kis achiote olaj, bivaj sajt és fekete olívaolaj. Odaig eljutottam, hogy azt sem tudom megállapítani, hogy amit eszek, az már egy sokadig előétel, vagy nem tudom, egy leves nyilván nem az, vagy egy főétel, nem tudom, de nagyon jó. Úristen, ez gyönyörű. Erről kell, csinálunk egy képet, ez nagyon durván néz ki. És közben énekelnek, kultolják a grillt, őrültek. A hely tényleg olyan, hogy el kell engedni ezt az egész beidegződést, én most nem szereplek, meg nem bóckodok, nem, itt be kellett túlni a tömegbe, mert ez a látvány, ami mögöttem van, azt szerintem abszolút jellemzi a helyet, és én nem akartam azt, hogy egy nagyon steril környezetben ússzam végig ezt az egészet, úgyhogy most egy kóstolót áll, de azt is elengedtem, hogy tudjam, hogy mit eszek. Ezen mindenféle dolgok vannak rajta, de egy fogalmam sincs, hogy micsodák. Talán az egyik legjobb fajta ízutazása az, amikor nincs egy előképem a dologról, amikor nem az van, hogy tudom azt, hogy aha, most egy töltött káposzta jön, és van egy gyerekkori beidegződésem arra, hogy milyen is a töltött káposzta, és azt az ízt várom, aztán vagy az jön, vagy nem az jön. Itt nincs ilyen. Ételek vannak előttem, amelyeknek van illata, van látványa, vannak színei, és hamarosan lesz íze is, és az egész együtt fog egy új tapasztalást, egy új idegpályát bekötni nálam, mert hogy soha nem kóstolt ízek jönnek számomra, és én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy kóstolom. Ebben az évben egy teljesen más szevicsét szeretnénk megmutatni, egy inkább savanykás étel, bronzinóhalból készült, kukoricapa helye van a tetején, főzőbanánval kisütve, korianderrel tálaljuk és vörös hagymával. Nagyon fura egyébként, mert ugye a hely az magas minőségű helyekhez van kötve. Az aranykaviár, a Moszkva tér, tehát ugyanaz a tulajdonosi kör legalábbis jó részben, és én mindig távol tartom magam a, mondjuk ugye fine diningtól. És egy cikk miatt jöttem, egy hyper cikk miatt jöttem el ide, mert ki akartam próbálni a cikk alapján, és nagyon-nagyon örülök neki, mert hogy ez a hely, ez annak ellenére, hogy egyes elemeit tekintve ez mindenképpen fine dining, de hogy köze nincs ahhoz a fajta fine dininghoz, amit én nem biztos, hogy teljesen pozitív előjellel tudok, szoktam néha emlegetni. Egy ilyen rendkívül egyszerre ismerős is, és mégsem az, de rendkívül otthonos érzéssel tölt el az a millió, amiben itt belehelyezkedik az ember, vagy amiben belecsöppen. És mivel én imádom egyébként is a füstön sült ételeket, a grilles cuccok, amik itt vannak, amikre kíváncsi vagyok, hogy húst tudok-e kóstolni, de hogy egyszerűen megkapó az az élmény, amit itt kapsz, és megértem, hogy visszavágnak az emberek. Úrvajra! Ebben az évben egy teljesen más koncepción alapul az egyébként az egész étlap, és az én ötletem az volt, hogy a Dél-Amerikában többször megálltam Kolumbiába, és ott egyébként az éttermekben, mint körekként is, vagy előételként is, egy kosár formátum érkezik. Különböző alapanyagok vannak benne, mindegyik különböző ízvilágú étel. Lesz benne az egyik kétfajta szósz, egyik ápia, paprika, paradicsom alapú, a másik egy korianderes. Yuca chips, az egy perui zöldség, az lesz kisütve chips formájában. Kukorica egyébként tahin szószával leöntve. Lesz benne egy arepa de choclo, az egy kolumbiai specialitás. Kukorica lisztes palacsinta tészta, sajttal van betöltve, és főzőbanán lesz a másik kisütve. Ez is egy ilyen kóstoló társzerűség igazából, hogy nézd meg, mit tudunk. Az otthon is bonya sem akkor, amikor anyám neki el orlit csinálni. Hanem akkor, amikor a mindenki által ismert és bevált ízeket fejlesztik tökére, és azt csinálja meg úgy, hogy az egész család szereti. Na most itt ez van, csak nekem ezek az ízek ismeretlenek. Mert Ecuadorból jönnek, mert Argentinából jönnek. De annak kellene, hogy ismeretlenek, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem ismertem őket eddig, és nem kóstoltam őket eddig, mert ez rohadt jó.
Nekünk az a célunk, hogy a vendég, amikor besétál a kapun, leül a kertünkbe, és mintha egy világutazáson lenne. Nem magyar felszolgálókkal fog találkozni, nem magyar séfükkel, így is el szoktuk mondani nekik, hogy nyugodtan fáradjanak ide előre a grillhez, a fiúk természetesen beszélnek velük, lehet interaktiválódni velük, tehát ők is ugyanúgy kiviszik az ételeket az asztalhoz, tehát hogy egy olyan interakció lép fel a vendég meg a konyha között, ami nekik ez a célunk. Tehát, hogy amikor a vendég ebben másfél órában, amikor eljön vacsorázni, energiafeltöltődés legyen, és akkor azt mondják, hogy fú, de jó volt, ide vissza kéne menni, mert mintha elmentünk volna nyaralni, vagy egy másik országnak a konyhájával láthattunk be. Szóval ez a célunk egyébként, kicsit kizökkentsük a mindennapokból a vendégeinket, és olyan ízeket mutassunk be, amiket még eddig nem ismernek. Nincs túl gondolva. Semmi nem arról szól, hogy milyen flikflakos, hanem tényleg azt érzem benne, hogy az ő otthoni ízeik vannak, csak ők nem a pörköltön szocializáltak, hanem valami nagyon máson, más alapanyagokon, más elkészítési módokon, és ez nekem nyilván az ismeretlensége okán annyira különleges, de hogy tényleg azt érzem benne, hogy ez a végtelen egyszerűség a tökéletességig van hajszolva, de mindenféle izzadság nélkül. Hibátlan. Kurva jó ez a konyha. Nagyon tetszik. Szerezem élet, basz, hátszín. Nem tudom milyen fajta marhából. Annyira szaftos. Annyira brutálisan jó. És az van, hogy mi itt küzdködünk a grillen, és mindenki magának vallja a standard, de ők ezt hívják magukba gyerekkoruktól kezdve. Beleharapsz, és jön egy íz. Azt gondolod, hogy jó. És amikor elkezd szivárogni belőle a nedvesség, akkor azt mondod, hogy jó Isten, ez hol volt eddig, és hol bújt meg? És akkor az igazi arcú csapás, ez brutálisan jó. Hibátlan a hús. 3 hete nyitottunk, és így lehet tapasztalni egyébként, hogy a 3 hét alatt minden nap egyre többen jönnek. Tehát elképesztő. Most megjöttek a zsírok is be. Az. Kicsit kifordítjuk a vendégeinket a komfortzónából, mert nem olyan ételek vannak a menün, ami azt mondom, hogy ez biztos az. Vannak olyan húsaink egyébként, amit sok ember nem tud, hogy milyen. És amikor mi elmondjuk, hogy próbálja meg, szerintünk ez nagyon jó, érdekes, akkor mindig a visszajelzés az nagyon pozitív. Tényleg sokan csinálnak most nem a dél-amerikai. Nagyon sok helyen van szevicse. Évekkel ezelőtt a Csopaki szomszédkertjével lettem először szevicset, és lett óriási kedvencem. Amikor eljutsz egy olyan helyre, ami gyakorlatilag a forrás, itt Magyarországon, és a lehető legközelebb jutott el annélkül, hogy kimozdultál volna a Schengenről, akkor van egészen fantasztikus. Őszintén nem gondoltam volna, hogy egy ilyen utazásban lesz részem ma. Ez a hely. Próbálom sútóba mondani. Ez a hely kurva jó. Igazából nem kéne, mert már este van, és nem kéne megenni. De annyira jó, hogy nem tudom mit hagyni, úgyhogy most éppen el fogok búcsúzni. És nekilátok is befalom az egészet, és annyit kérek tőletek még addig is, hogyha tetszett ez a videó, akkor légy szívesek egy lájkot, és hogyha akartok még ilyeneket, akkor egy iratkozzatok fel a csatornán, és ne csak ide, hanem a Facebookra, meg az Instagramra, vagy mindenhova, mert hogy úgy áll össze egy kerek egész ez a történet, és hogyha így lesz, akkor találkozunk még, és nagyon remélem, hogy így lesz. Sziasztok! Én meg telezobálom magam. Nagyon jó!